Hát a jófogásban azt szeretem, egy, ingyen van, kettő, mindent el lehet adni. Na, van egy szomszédasszonyunk, aki bement az öregek otthonába, és megbízta a papát, hogy mindent eladhat a jófogáson. És a papa mindent, amit létezett, mindent fölrakott neki, sőt, tegnap még az utolsót is föltettük, ami itt van. Még azért van, amit még fölteszek. Még mai napig is küldöm neki a pénzt, hogyha valamit eladok, és is tápoljuk. Gyere már ide, megnézlek. Na jó. Ez itt a vezérlőközpont. Jófogás.hu. Ezek most már ezek olyan 50 év körüliek. Na. És akkor a fiam jön, mindig mondja, hogy hát itt nem lehet közlekedni, mert olyan, mint a dzsungel. Hát ez a szoba, körbe. Baba figyelő. Ezen fontam a birkagyapjút. És utána kötöttük a pulóvert. Hát ez is kurózium. Még van egy szoba, ahol vannak eladó tárgyak. Nagyon szuper még a rugózás, semmi baja nincs. A babák nem eladók, de a többi minden. Igen, meg... És... A jófogással neked is sikerülni fog. Hirdesd te is velünk!